A koronavírus járvány miatt feltorlódott kereslet-kínálat miatt június-júliusban már a tavalyi szintet ütötte az ingatlanpiac Magyarországon. A szegmenst érintő hatások kioltják egymást, ezért még stagnálás várható. Egyre nagyobb a kereslet a kertes házak iránt. Amennyiben Magyarországot is eléri ősszel a járvány második hulláma, annak kevésbé érzékelhető hatásai lehetnek. A koronavírus fertőzés márciusi megjelenését követően gyakorlatilag teljes egészében leállt a gazdaság. Ennek részeként az ingatlanpiac is hatalmasat esett. A számok a korlátozások enyhítésével fokozatosan emelkedni kezdett, és a nyári hónapokban már elérték a 2019-es szintet. A motiváló tényező az újraindulás óta, hogy az emberek biztonságos helyre szeretnék menteni a pénzüket, és az ingatlant ilyen befektetésnek érzik. Az árak nem emelkedtek, sőt bizonyos helyeken minimálisan csökkentek is, ami szintén elősegíti az adásvételek számának növekedését. Június-júliusban már vissza is állt a tavalyi állapot.